Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hagyományőrző közhasznú egyesület minden évben megemlékezik azokról a hősökről, akik Komárom várában tették le utoljára a fegyvert. Az egyesület 4 évvel ezelőtt indította el a Névtelen Komáromi Hősök című projektet. A kutatások során találtak rá Neivért János közhonvédre, a szabadságharc egyik kiemelkedő alakjára. Sírját szeptember 27-én koszorúzták meg a komáromi temetőben. A megemlékezésen leszármazottai mellett dr. Molnár Attila polgármester is jelen volt. A Magházban folytatódott a megemlékezés, ahol a komáromi fegyverletétel volt az interaktív kerekasztal beszélgetés témája. Olyan kérdésekre keresték a választ a résztvevők, hogy mi vezetett a fegyverletételig, vagy hogy Klapkának milyen dilemmákkal kellett szembenéznie. A jelenlévőket igazi magyar gulyással vendégelték meg, mely 3 órán keresztül készült. Klapka György honvédtábornok küldöttsége és Hajnau osztrák táborszernagy 1849. szeptember 27-én Herkály pusztán írták alá az egyezményt Komárom várának megadásáról. Egész pontosan ezen a helyszínen, ahol itt most állunk, itt egy pajta jellegű épület volt, ahol Hajnau várta a küldöttséget. Klapka, mint ahogy elmondtam, készenlétbe tartotta a katonáit, ő nem vett részt ezen a találkozón, mert ugye azt azonnal Hajnau letartóztatta volna, és akkor nagyon nagy bajok lettek volna, hanem Klapka készenlétbe tartotta az embereit, kiküldte a tiszti delegációt, itt aláírták, egy császári delegációval visszakísérték, és akkor, amikor tudta, hogy na most már rendben van, minden alá van írva, mindent megadnak, amit követelnek, akkor 28-án eltávozott az országból. Erre emlékezünk mi minden évben. Minden évben megadva azt a kellő tiszteletet és azt a lángot szeretnénk továbbadni, amit az akkori hősök éreztek. Tehát azért nekünk ebből lehet erőt meríteni, hogy azért micsoda helytállás és micsoda dolog volt az, hogy ők és Klapka részéről legfőképp, hogy meg tudta őrizni a katonáinak a tisztaságát, meg tudta őrizni az egységét. A Herkály pusztai megemlékezésen Cita János alpolgármester, a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete, a Rotary Klub Komárom, valamint az Életér Egyesület tagjai is részt vettek.